A Szekszárdi Szent József Iskola Központ Fackor csoportja a Nyár című rövid performanszát adta elő az országos ismerettségű Vörös Sándor gyerekszínjátszó találkozón, aminek ez alkalommal a Szekszárdi Német Színház adott otthont. A Magyar Drámapedagógiai Társaság a 80-as évek óta felmenő rendszerben szervezi meg ezt a rendezvényt, ami mindig is népszerű volt az általános iskoláskorú gyerekek körében. A Covid előtti időszakban a verseny egy megyei fordulóból állt, majd innen lehetett tovább jutni a régiós válogatóra. Aki itt aranyminősítést szerzett, az jutott tovább az országos döntőbe. 2022 óta viszont változtak a szabályok. Ez egy speciális év, tehát ez az újrakezdés éve sok szempontból előadóművészként vagy diákszínjátszó rendezőként is, és hogy most nincs régiós forduló, hanem megyei fordulók vannak. A kiírás annyiban változott az előző évekhez képest, hogy iskolai ünnepi műsorokat is el lehet hozni, ami egyébként szerintem egy kiváló újítás, tehát hogy alapvetően nekünk, akik gyakorló pedagógusok vagyunk, és egy minden évben kell prezentálnunk, vagy március 15-én, vagy október 23-én, vagy mindkét ünnepséget akár, hogy ez egy jó forma arra, hogy beszélgessünk az ezzel kapcsolatos dilemmáinkról. Szóval csak megyei forduló van, és innen az aranyminősítésű előadások juthatnak tovább az ebben az évben június 11-12-én Debrecenben megrendezésre kerülő országos fordulóra. Ugye ez egy gyerekszínjátszó a kiírása szerint, ez azt jelenti, hogy az általános iskolában járó gyerekek vesznek részt ezen a találkozón, vagy az általános iskolából szerveződő csoportokban. Tehát vannak teljesen homogén csoportok, tehát még egy osztály, de vannak olyanok is, mint például a Német Színháznak a csoportja, a Junge DBU, ahol meg bárki jöhet, aki általános iskolás is részt vesz ezen. Ezeknek az összejöveteleknek a célja elsősorban az, hogy lehetőséget adjanak a szakmai találkozásoknak és a közösségi élményeknek. Mint mindenhol, itt is észrevehető a korábbi időszakokhoz képest egy visszaesés, de a szervezők remélik, hogy normalizálódik a helyzet, és újra régi fényében tündököl majd a találkozó. De azok a csoportok, akik eljönnek ezekre a fesztiválokra, azok ilyen, hát nem tudom, tehát hősökként tovább viszik ezt, és olyan, mintha semmi se tudna őket kimozdítani ebből a pozíciójukból, már a alkotói pozíciójukból, és hogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi most megerősítsük ezeket a csoportokat abban, hogy csinálják tovább ezt a munkát, mert ennek szerintem van egy nagyon erős kultúrmisszió értéke. Van abban egy tendencia, hogy egyre inkább iskolai keretek közé kerülnek ezek a csoportok, hogy én magam egyébként Pécsen élek, és én meg pont jövőre gondolkodtam, hogy indítani egy olyat, amit tudod, így intézményen kívüli, és nem csak azért, mert tehát ennek nincs egy ilyen iskolai oka, hanem egyszerűen az, hogy találkozzanak a különböző szférából, különböző, nem tudom, társadalmi szegmensben felnövő gyerekek egy másik gyerekkel is. Én ezt egy nagyon fontos tevékenységnek tartom, de nem a szerepalkotás miatt, vagy nem azért, mert akkor általában aki gyerekszínjátszó volt, az mondjuk diákszínjátszó lesz, és abból lesz mondjuk színész, hanem a kooperatív hajlandósága, az együttműködés, elfogadás, csoportos alkotói készség, tehát ezek tudnak fejlődni, tehát hogy egy olyan világban élünk, ahol ugye egyre jobban individualizálódik minden, tehát egyedül vagy a telefonoddal, egyedül vagy idézőjelben mérésnek kitéve mondjuk egy dolgozat formájában, és itt meg az van, hogy rá vagy kényszerítve arra, hogy együtt alkossa a társaddal. És bizonyos értelemben ez egy burok, tehát itt az van, hogy nem az van, hogyha rosszul alkotsz, akkor utána nem tudom, megbüntetnek, vagy valami rosszért, hanem hogy az az öröm, hogy együtt játékból, vagy egy közös tevékenységből létrejön valami, és ennek a valaminek te a része vagy. És hogy mennyit adsz bele te a saját ötleteidből, vagy a saját készségeidből, és mennyit adsz föl saját magadból, az utána neked így visszaháramlik rád így pozitív hatásként, hogy egyébként a közösség pedig működik, aminek az agja vagy. A zsűrizés egészen más szempontok szerint van a gyerekszínjátszás terén, mint egy felnőttekből álló produkciót látnának. Erről is beszélt Ákli Krisztián. Engem a pedagógiai folyamat érdekel mindig. Tehát én, amikor megnézek egy előadást, beszélgethetünk róla, hogy tudod, hogy másik fény kellett volna, vagy hangosabb szöveg, vagy minden. Nekem nem ez érdekel, engem az érdekel, hogy ha látok egy előadást, mi az a pedagógiai folyamat, amit én vissza tudok fejteni. Tehát, hogy milyen céllal. Tehát azt szerintem az egy nagyon erős tévedés, hogyha valaki azt hiszi, hogy a gyerekszínjátszókat így, tudod, ilyen színházi rendszerben így most te leszel a Rómeó, te a Júlia, mert tehetségesek vagytok, ti meg bénábbak vagytok, akik éreztek a fák, tehát hogy nem így osztunk alapvetően szerepet, hanem hogy tud létrejönni egy közösségben egy pedagógiai folyamat, hogy eljutunk A-ból a B-be, és ezt milyen színházi környezettel tudjuk megteremteni. Tehát én alapvetően ezt nézem, és nyilván, hogyha vannak ilyen
ilyen fantasztikus színházi pillanatok, mint ami mondjuk volt az előző előadásokból, szerintem szinte mindegyikben, akkor így megnyugszik a lelkem, hogy egyébként van remény. Aki belekóstol ebbe, akkor ez valamilyen módon a részese lesz. Tehát én a saját csoportjaimról szoktam azt elmondani, hogy a legerősebb csoportomból is volt olyan, ami senki nem lett színházi ember, de hogy ők nagyon sokat profitáltak belőle, de volt olyan csoport, ami meg mondjuk tényleg fantasztikusan működött, és a 80%-a jelenleg színháza vagy drámapedagógiával foglalkozik. Tehát, hogy a lehetősége megvan, de hogy ez nem egy ilyen erőszakos forszírozás, hogy hú, te nagyon tehetséges gyerekszínész, vagy te menj el utána a drámatagozatra, és utána menj el a színházra, hanem hogy így az együttjátékot próbáljuk meg inkább ebben erősíteni. Az első fordulók, mint ez a Szekszárd is volt, április 9 és május 8-a között zajlott. A második forduló egy országos fesztivál keretein belül lesz Debrecenben 2022. június 9-e és 11-e között.